nem lesz olyan a minimális munkaköltés, mint el. Igen. Láttam, is meg vele gondolni. Tehát ami miatt ezt a napi rendet most idehoztuk, az az idő. Mert a költségvetés tárgyalásokkor ugye már február közepén járunk, és március 1-én az az 50 milliós keret is lejár, ami jelenleg rendelkezésünkre áll. És ami miatt mi most ilyen nehéz helyzetben vagyunk, az az, hogy a tavalyi évet úgy zártuk, hogy a 40 millió forintos folyószámla hitel keretünk, vagy annyi volt évvégén a felhasználás az 50-ből, 40 millió, ebből nem tudtunk tovább faradni. Tehát ez átjött erre az évre. És akkor ebbe az évbe, január 1-én, vagy január nem tudom, hanyadikán, amikor kaptuk az első havi állami támogatást, akkor szembesültünk meg, ugye, amikor a költségvetési törvényt megláttuk, hogy 41 millió forinttal kevesebb az állami támogatás, annyival csökkentve kapjuk meg a havi támogatást. Tehát összességében szinte csak a bérre meg a járulékra elég az állami, mert netrofinanszírozás van, ugye a TV-t meg az adót az rögtön levonják, és akkor nézzünk, hogy hogyan tovább. Tehát ezt a helyzetet kell most gyorsan valahogy nekünk megoldanunk, mert hiába hozunk az intézményben akármilyen intézkedést, annak esetleg február 15 után, amikor a béreket visszavesszük, amikor a dologit csökkentjük, akkor lesz hatása. Csak márciusban lesz hatása. De mindenképpen, tehát tényleg komolyan át kell nézni minden egyes területet, mindenkinek a saját területét, minden olyan lehetőséget megragadni, ami a bevételt növelhetné, és komolyan átgondolni a kiadások csökkentését minden területen. Egy technikai kérdésem lenne, döntöttünk korábban egy 10 milliós rövidre az ügyterről. Az 8,5 millió, tehát az volt az az akadálymentesítéses pályázatunknak a előfinanszírozott része. Annak az elszámolása még mindig folyamatban van, azt megkaptuk, azt a 8,5 milliót kaptunk. Tehát végül is annyit engedélyezett a bank, amennyi a tényleges, tehát a saját forrásra nem kértük, 8,5 millió. Mert az a 10 ez de másfél is a saját területet akkor beletennünk, azt ő nem finanszol, úgyhogy 8,5 millió forint, de még oda van az elszámolás, ami mindig... Tehát az úgy működik, hogy megkaptuk, és amikor a Váti az elszámolást jónak látja és átutalja, akkor azt a bank azt egy őre is vesz, úgyhogy az vissza is kerül. Jó, köszönöm. A másik, tehát tulajdonképpen ez a gondolatban nekem is itt a hitelfelvétel kapcsán, hogy mivel már ilyen nagyságrendekről van szó, mindenképpen szükségesnek meg elemzésnek tartom egy alapos költségelemzés, illetve egy pontos, precíz átvilágítását a intézményeknek, külső szakértővel én azt javasolnám, mert természetesen értem meg hát nyilván minden intézményvezető a saját intézményével szemben olyan is, mert kivel lenne mással az, hogyha a saját intézményével nem az. De hogy az esetben ilyen típusú fájdalmi döntéseket is meg lehessen hozni, ahhoz az tényleg egy pontos, precíz átvilágítás, költségelemzés szükséges. Úgy gondolom, hogy tényleg azokat a minimálisan szükséges de elkerülhetetlen lépéseket vagy intézkedéseket felelősen meg tudjuk hozni. Tehát a település, az intézmények további stabilitása vagy stabilitás megőrzése érdekében. Úgyhogy, tehát most itt, ugye ez, hogy ez mikor került el soha, én azt szeretném javasolni, hogy ezt minél hamarabb ebbe döntsünk, hogy ezt tudjuk, ha van hozzá szándék, megtenni, hogy minél hamarabb tudjunk ilyen típusú döntéseket is adott esetben meghozni, de hát addig csak tényleg tolvatása van a dolognak, illetve göngyölítés a hitelnek, és bizony az életnek is ára van, tehát ilyen hiteleket fenntartani, meg működtetni, hogyha meg is kapjuk, szóval nehézünk, úgyhogy én ezt gondolom, ezt javaslom valami magunk részéről, hogy mindenképpen átvilágítás szükségeltetik ahhoz, hogy ebben tényleg olyan döntéseket lehessen később hozni, ami megalapozott, amit tulajdonképpen bárkinek a településen is meg lehet mutatni, vagy be lehet mutatni, és ami alapján lehet pontos döntéseket hozni. Ezzel is elkerüljük adott esetben a személyes jellegű, vagy olyan típusú konfrontációt, tartóztatásokat, amik esetleg
amikor már az, akit esetleg majd kijelölünk, hogy jöjjön és nézze, és csinálja, vizsgálja felül, akkor utána ő meghozza azokat a javaslatokat, azokat az észszerűpontokat, esetleg, hogy hol tudunk mi, hol lehetne még esetleg észszerűsíteni, és akkor lehet módosítani a költségvetést, mint a jelenlegivé. Lehet, hogy azt mondja, hogy ezt már most nem lehet tovább faragni, ettől nem ennyit lett. Lehet azt mondja, hogy még igen, itt még azért lehet lesz fogni pénzt, annak érdekében, hogy ezt, amit most fel kell vennünk, amire rá van kézeikre, hogy ezt tudjuk vissza fizetni és finanszírozni, hogy ne legyen spirál. Látom, hogy mindenki, igen, de előtte már így nem jelentkezett csak. De csak az jelentett, mert a városban is ugye hallottam, hogy beszélgettem tanárokkal és óvónőkkel, hogy mindenütt most ez a téma, ez a munkahelyi bizonytalanság, és szóval így elgondolkodtam, hogy és azért nem mentünk fel azt, hogy például itt is a két intézmény. Észre mondni? Ugyanezt próbáltuk, hogy akkor nem el a részben, hanem csak, hogy hogyan lehetne egyáltalással. Most ezzel dolgozunk, hogy nézzük meg azokat a bejelentéseket. Jó, persze, mert na hát, hogy a bizottságban próbáljuk, hogy mi az a legjobb, amit még elviselhető, gyűlhető, de viszont azért már ez is kemény lépés. Igen, ehhez kapcsolódva, tehát május 15-éig kell a testületnek meghoznia azokat az döntéseket, az oktatást érinti, tehát a szeptembertől hogy induljon a csoport, vagy összevonás, vagy bármi, és akkor ennek a döntésnek meg kell, hogy ezt a döntést meg kell, hogy előzze egy szakértői vélemény, szakértői vizsgálat mindenképpen kell. És a másik dolog pedig, hogy folyamatban a kistérségi szinten említett a polgármester úr a kistérségi társulás fenntartásába kerülnének ezek az oktatási intézmények, hiszen nem csak mi vagyunk ilyen nehéz helyzetben, a kistérség összes iskolája, óvodája, és ők is már ott tartanak, hogy szakértői árajánlatokat kértek be, választják ki a szakértőt, és ez kistérségi szinten fog egy átfogó vizsgálatot, és erre vonatkozóan számításokat végezni, és akkor kell nekünk megnézni, én véleményem szerint, hogy ez a megoldás jó nekünk, mert ugye a társulási normatívából kapunk nem tudom mennyivel több bevételt, vagy meg tudjuk oldani önállóan magunknak úgy, hogy összevonjuk, amit lehet, lefaragjuk, kiadást csökkentünk, mert ez a két lehetőség van, vagy a bevételt növeljük valamilyen szinten, de azt is meg kell nézni, hogy ezek a társulásoknak meddig van még jövője, mert ugye inkább visszafele fogják, mint támogatják, ezt látjuk a normatíva alakulásából, vagy ha úgy döntenek az intézmények, vagy a testület, hogy helyben összevonni, amit lehet, költséget csökkenteni, maradjon meg önállóan nekünk ez az intézmény, akkor ezeket kell mérlegelni a szakértői vélemény alapján. Igen, mert úgy néz, hogy 2013-tól történik, hogy járásokat szeretnék, és akkor elkezdett, hogy most mindegy jártak egy új kistérség, lehet, hogy járási szintnek neveznek, és elkezdhető az oktatást is, hogy amit fogják, de addig meg kell, hogy megnéven nem várhatunk addig, és most ezen az, hogy kistérségi szinten egy szakértőt bízunk meg, aki mind a 11 településen lévőre kidolgozza, megnézi, mi az a bevétel, mi az a kiadunk lehet-e, és akkor majd Mándor képviselő testület felé jön és fogunk tudni dönteni, hogy ha csatlakozunk hozzá, mint a szociálisban is, annyi, hogy az itt van a központ és egyenlőnek megy az irányítás, az oktatás része, ha itt van, ha másfelé van, menjünk el oda, ha itt összevonjuk, itt mennyit tudunk megtakarítani, akkor megint majd jön el egy kisebb, hogy tudunk dönteni. Én annyit, hogy azt mondom, vagyis nem mutatom, hogy ezt a lépést, hogy áprilisban az volt egy felvétel előjegyzés, és most hiába informálódunk, mi megvan nekünk, hogy kik a gondoskodó gyerekek. Mindaddig, amíg a szülő elmiratja a gyerekét, meg nem kapja a határozatot, és el nem dönti, hogy tényleg mibe vesz az óvodát, addig a létszámokat, hiába fogja neked bárki felülvizsgálni. Ha én papíron azt fogom mondani, hogy ez a gyerek be van iratva, de nem tart igényt az óvodára, akkor az megint nem lesz valós. Tehát ennek lesz egy ilyen oktatási rész, és erre partnerek vagyunk, hogy mindenképpen. Ezért mondtam, hogy nehéz helyzetben vagyunk, mint intézményvezetők, mint képviselők, mert a képviselő az területülést is próbálnak egy kicsit előre vinni. Mindenképpen partnerekről gondolkodunk a tárgyszerelésekre és mindenben, ami megvalósítható, megoldható, de elhangzott itt, hogy a kistérségi szervezés sajnos mi részesei voltunk
Erzsó elmondta azokat a dolgokat, amit akartam, egyetlen egy két mondatos hozzá küzéssel, hogy a szakértő természetesen még a mi dolgunkat könnyíti meg. A szakértői vélemény csak emlékeztető, mondom, hogy nálunk megvolt, és valóban kiszámításra került, hogy mint ahogy az előtt fogalmaztam, ha megvan a feladathoz megvan a kötelező óraszám, kötelező óraszámhoz megvan a megfelelő számú pedagógus, tehát nálunk ez már megtörtént, függetlenül attól, hogy nem zárkózunk el a jövőben se tőle, ahol a szigorítás végre tudunk hajtani, azt mint vezető mi is látjuk, alapjában véve a 7. évfolyamon annyi gyerek bukott meg, meg költöztek el, hogy ott lehet összeomlás. De legyen meg az a képvény. Az majd akkor azért mondom, ez egy folyamat most is. A szakértő az egy szakértő, fogja tudni ma ugyanazt, amit most elmondom, és megmondja, hogy hol is mit van. Ez erről szól a történet. Na most akkor felvetődött két vező, melyik az első vező az, hogy a 90 millió forint folyószámla hitel volna. De mivel most már ma megjött az, hogy ez, nincs is így esély, hogy akkor meg kellene próbálni, hogy az 50 millió forintost 10 millióra megemel, hogy 60 millió folyószámla, és 30 millió meg rövid lejáratú hitel, amire nagyobb esélyünk van, hogy ezt így nyújtanánk be, amennyiben bízom abban, hogy ezt így, hát hogyha még fogadják és támogatnák, mert más megoldásra nem leszek előre, nem tudunk másképp ettől szabadulni. És én akkor inkább ezt szavaztatnám meg, hogy akkor 60 plusz 30 rövid lejáratú, mint ami a határozati javaslatban volt, hogy akkor 90. Mert ez is kérdés, hogy nem mindenki most már oda fog milyen összetételbe. Akkor felteszem úgy szavazást, hogy aki a 60 millió forint folyószámla hitel és 30 millió forint rövid lejáratú hitel felvételére, hogy felvétel kerül a sor, az kérem készülőkre szavazzon most. Köszönöm szépen. Egyebek, és akkor utána tartanánk egy úgyis mazátos, hogy lesz egy pár perszünet, jó, akkor ne nézem, hogy talán négy. Van-e egyebekre, egy dolog van, tessék. Ja, egyebek. Egyebek, igen. Nagyon sok tudja szolgálni. Állapban, ilyen, mindig meg kellett valamit csinálni, én Hondába járhat a Dönkinél, a templom körül. Jönnek érve, karmából a gyermekek, és még arra is a szövődés állt, mert amúgy, Csak oda ide is jön fel a hivatalba és a nővel a kultúrcsóval. Igen, de attól függetlenül vannak, akik etetik itt az utcán, mert tudunk róluk, és már szóltunk nekik, hogy annyira akarjuk, vigye fel a kutyát, és tartsa otthon, és adjon neked, de ne ütent, bejeleztek az orvos előttől, kezdve, de tudunk róla, hogy már nézzétek állatokossal, én már beszéltem vele doktorúrral, ő is azt mondta, hogy előbb-utóbb elkezdett, hogy próbáljon a testület abban gondolkodni, hogy legfeljebb egy kis ilyen állatmenyet, hogy valahol ezeket a kókok kutyákat fel fogjuk lezárni. Éppen ennél való tudnánk, mert az intézményeknél, ami ott van, most egy ilyesmit valaki közmunkás éppen átadna, még vagy valami gazdája nem akadna, de azt is tudják, hogy nagyon amennyiben ezt elkezdítettünk befogadni sintére, meg ilyesmi, az nem kevés pénzbe kerül. Azt lenne jó tudni, hogy ezek a kutyák kihez is hogy tartoznak, de hát az ilyenkor már nincs gazdája. Kivált majd még ezt, hogy lesz, amikor majd doktor úr kihirdeti, hogy március akár mikor vagy április a kutyaoltás, akkor még többen engednek, csak azért, mert a gazda nem akarja addig fizetni, szóval elég előtt ezt megfüggni, egyáltalán itt is hogyan lehet ezzel kapcsolatban, úgyhogy nem már mindenki jelzése. Egy jelzés érkezett a szociális központ vezetőjétől, amit a testület irányába én is azért is hoztam, hogy nem mondtam már neki, hogy ebbe egyeztessen, mert decemberben, amikor a testület meghozta a normatívákat, a nyersanyag normatívát megszabtuk, akkor mennyire vacsora meg lehet. Én azt mondtam, hogy egyeztesse le az intézmény vezetőjével, és hogy abból az összegből ki tudnak önőre, egyforma legyen az ebéd és a vacsorára. Egyeztesse, nem tudom az ötve igazat, hogy történt ebben valami, de a nyersanyag normatívát ez annyi marad, mert ezzel lehet
igenis, kimondtuk az óvodasőbe, végigmentünk, azt már eleve kizárták, hogy ennek a helyszínre bennünk sejtettünk is megjött, de előbb azt már írásba fognak válaszolni, mindenre fognak írni, minden helyzet bementünk, végig megnéztünk, ötletek is merült fel végeredménybe, de azokat a helyszíneket, hogy hova kell ezt áthelyezni, például a, így mondom, a Rákóczi utca kezdődéstől adott, hogy nem állt meg, hogy Huszváron mennyi ott az Erváton megvan, hogy mennyi az állóvonal is utána hol lehet. Szóval végigmentünk teljesen, várom, hát hogyha már a héten talán elküldeni, de azt mondták rövid időn belül, mert a szakemberek. Nincs az a gond, nem, az ott azt nem fogják tudni. Ők, de még azért nem akarok adni senki, de azt hadd írják le. Ők utasszámlálásnak ez a minden darabot kért, hogy hogy és mint van időkorcsától kezdve, de ott a magántörleten, még ha megengedni és elmondta, hogy ott volt, ott túlsugatta nekik, hogy nem mondom, igazott, hogyha kell még a saját fülükkel is hozzájárni, és egyszerűen ők ilyenben nem mehetnek be és nem is mennek bele, de az a úgynevezett váró kis tér kialakítása, most nem azt mondom, hogy de ahol tudunk ma is megérkezne, a Szent István téren az megoldható lesz. Na most erre adtak ott még egy kis instrukciót is, hogy hogyan és mind lehetne, de úgy néz ki, hogy pályázatok is szoktak ilyen előkerülni, amikor lehetséges, de ha mi saját erőből is hamarabb akarjuk, és most már látom, hogy per pillanat meg kell csak a kövezés, meg és mit tudnánk kell megcsinálni, a kövezés az öklészükből az kell, és az le kell aszfaltozni, mert másképp nem égenik fel, majd el fogom azért mondani, hogy hadd írják le konkrétan az mindent, és akkor meg fogjuk vitatni. De töltök el, én elmondom akkor közmeghallgatás, hogy már előtte tárgyaltam ők, és időpontot kell, de már nem most már két rész, de most is. Szóval időponthoz nekem kellett alkalmazkodni, hogy természetesen, és mondtam, hogy várom, hogy adjanak egy időpontot, hogy mikor tudunk majd elejni, és voltak is kint Debrecenből, azért mondom, hogy itt voltak, és ez is természetesen. Úgy mondtál, hogy itt van tőle. Igen, a Szent István tér, hogy tudom. Igen, de erről nem tudott kérdésöltetve, hogy ilyen javaslat merült fel, hogy a Rákóczi utca elejéről áthelyezni. Azért mondom, hogy amikor lesz írva, akkor ki lesz küldve és átnézni, és utána jön a kérdésöltetve. Nem, ott sem lehet, ott sem jó, mert nem engedik oda, mert amikor olyan busz jön, megvan, milyen fordulással. Megnéztük azt is, hogy, és én tudtam egyből az írbe a fejvesnél, hogy ott tolat vagy ott azon a részen, hogy az sem, nem az esetben, amikor majd elkezdünk a kőfogaszat, a sem akar egy csomagot visszajöttem, másképp nem minket. Mindegy, majd mondom, hagyj írják fel, úgyhogy van benne. Még akartál valami? Nem akartam, mert tulajdonképpen a múltkori testületülést is akartam kérdezni, hogy amikor azoknak a településeknek a polgármesterei, akik a zákonyi ügyelethez tartoznak a településeknek, nem került-e más szóba, hogy tehát, mert én legalábbis a környékbeli, akik oda tartoznak az ügyelethez, emberkékkel nyilván munkám kapcsán és felületen találkozunk, meg hát itt egy vállalati történések is előfordulnak, hogy nem igazán vannak megelégedve az emberek a határnak. Bocs, tehát és azt akarom konkrétan kérdezni, hogy nem merült-e fel az az idény, hogy a zsonda, ugye ő vezeti ezt az ügyeletet felé, az az idény, hogy minimum két munkos ügyeljen, tehát úgy, mint a kisvárdi ügyeletbe, mert szóval az nonsens, hogy itt hatalmas ellátási lett az ellátási területre, egy orvos az, aki kijár, és akkor közben történnek olyan események, amik sokszor tragikus kimenetelőek, illetve de most szakmailag én ezt nem hagyom figyelni rá, tehát önmagában ez a kérdés, hogy két orvos, mert így, tehát így nem látható el egy embernek mindenki a valamiért úgy indult ez az egész, hogy két orvos lesz. Egy, aki ügyelet és kint meg is mozog a településen, ahol kell, a másik meg ott legyen a váróba, hogy ne az legyen, hogyha most kihívták a doktorút vagy doktornőt Komorokba, és zárunkban meg bementélet, és azt is látni kell ellen, és egyszerűen nincs bent orvos. És azért, mert az önkormányzatok nem tudtak hozzátenni, és nem tudtak megegyezni, hogy két orvost finanszírozzanak. Na most ez felmerült már, hogy nézzük meg, mert ez így lehetőleg nem fog működni, mert képtelenség, hogy egy orvos annyi felé szaladgál, és mondom, mert meg nincsen ügyelet, aki ott volna. Mindenképpen orvos kell lesz. De bocsánat, ez most
születik egy megállapodás a céggel, a zsoldatot. Az a legjobb orvosot készíti. Hát nem egy orvos ügyel oda, oda nagyon sok orvos ügyel, az már az ő dolga ellátja. Én értem, hogy együtt értem. Na, azért mondom, hogy egy orvos, és akkor ezen belül az természetesen már. De mindenképpen azon, én azon leszek, de a többiek részről is már láttam, hogy jó lenne. Ehhez viszont mondom, meg kell nézni azt a forrást, hogy ott egyszer ügyeletben két orvos tudjon lenni. Egyben, aki állandóan ott van, amikor ügyelet van Záhonyban, mert ott van a központja, hogy ott a váróban, vagy hogy mondjam, az orvosi rendelőben. A másik meg amennyiben hívás van, az ki tudja menni a települések, hogy az meg mozgásban legyen. Hát most ezt fejlő meg, nem mondom neked. Az. Már egy számolány is van. Hát nem az egy dolog. De meg fogjuk tudni. Esetleg ezzel is nem lehetne elgondolkodni, hogy nem tudom, mennyi pénzt fizetünk, hogy a mai vállalkozó világban, hogy azon gondolkodjunk, hogy engem ezért bombáznak. Mert én ezzel gondolkoztam, mert ebben a mostani vállalkozós világban az orvosok is igyekeznek több lábbal állni, és én biztos vagyok benne, hogy találnak olyan orvosi kárdát, aki helyben, tehát úgy, hogy péntek délután 4 órától, hétfőn reggelig már oldani. Te benne vagy, neked tudnod kell, hogy olyan előírások vannak. Én amikor... Van ANPS engedélye, rendelkező. A lakosság összedobna a pénzt. Igaz, hogy mondjam már el. Annak idején, mikor ez oda került, hogy Záhonyba akarják bevinni, én elvártam a legjobban elemem, azt mondtam, hogy nem engedem meg, hogy innen elmenjen, mert már volt. És akkor kiderült, hogy volt a feltételek. Eleve 5 orvosra kellett állnunk, mert előírásunk. 5 orvosnak kell lenni egy hétvégi erre, akik ezek vállalták. Akkor még itt voltak is, hogy ő is itt volt, Rézsik Laci tud lenni. Voltak. Jó, mert volt 3, hogy próbáljuk meg, nincs adott állat. Én nem azt mondom, hogy nem kell, hogy nem már egy Európában. És akkor nem járunk hozzá Benk, Tiszamagyarós és Epelyes. Azért mondom, hogy te hagytad a magadékét, mert tudom, hogy mit mentem érte. És azért, mert akkor arról volt, hogy mánokhoz megmondta, hogy mennyit kell hozzájárulniuk. Ott meg az Záhonynak, hogy egy gumbafilét nem kell akkor, vagy legalábbis egy annyira minimális kell hozzájárulni, és mánok egyedül maradt. És egyedül maradtam azzal, hogy lett volna orvosok, az 5 orvos, akik már akkor tárgyaltam, és itt maradítettek volna, de mánok egyedül nem tudtam finanszírozni, mivel a másik 3 település teljesen kivonult, azt mondta, hát figyelj, hát már csak oda fogom adni, ahol nem kell pénz, és akkor oda társulok, és emiatt nem tudtuk létrehozni. Jó, de az megint más, hogy Bent Záhonyban, tehát ott minden nap igen van 4 órától. Hol? Záhonyban lehet. Minden nap igen. Tehát mondjuk én most adott esetben például... Nem tudsz már csinálni, itt is minden nap ügyeletre kell lenni. Bocsánat. Elnézést. Itt megvan, és itt nem tudsz, ez hétfőtől hétfőig minden nap él, délután 4 órától, már úgy, hogy 16-at vásárolj hétig, és ebben megmaszott a csúcsot. És ezért mondom, hogy erre 5 orvosát, én utána valami csak lehetne. ANPS-hez belőttem a vezetővel próbáltam tárgyalni, orvosokkal meg is lett volna, meg volt az az összeg, hogy mely az, ami akkor volt a díj, amennyiért ügyeleti díj, meg ilyesmi, és egyszerűen rekoszálti mondom mögöttünk a 3 település, hogy oda nekik nem kell lenni. Tizedétse, és így már ők egyedül maradt. Nincs alapadárnak, hogy vizsgáljuk, nézzük meg, persze. Hát azóta valami olyan változás történt, vagy lehetne, hogy ide meg, viszont ott ugye még egyszer mondom az előírásokat. Az ügyeleti kocsikunk, ez a sofőrrel ellátott, minden előírás volt, ezzel végig mentünk. Sőt, akkor még úgy volt, hogy kötik, hogy kimondottan mentő állomáshoz, hogy ott legyen közel hozzá az orvos, és ezért volt az, hogy az ügyet oda került, ahol nem már zárom belőtte meg volt az állomás, és akkor egy csak. Szóval voltak ilyen biztosabb, hogy jogszabály, meg ilyesmi. Tessék, és akkor utána... Én csak annyira rögzítem már ki ezt a témafelmelőt, hogy megváltoztak emberek, akik bementek az ügyeletbe, és hogy ötször kiváltást már nagy gondot jelentett. Mert ugye nem mindenkinek van autója, hogy be tudjon menni az állományban, most fizettek azért, hogy valaki bevitte a betegeleget a vizsgálatot az állományban. Az ügyeletben szerencsére, mert ott volt az orvos, felírták a gyógyszert és kisvárdának kellett menni gyógyszerre. Hogy ha már egyszer ott van az a
emlékeztek rá, akik régen volt a benne, elmondtam akkor is, hogy amennyire ilyen feltételek vannak, akkor nekünk jobb, hogyha azt mondom, hogy nem oda csatolnak Kisvárdához, mert ha baj van, nekem jöjjön Várdából, a kórházból a mentő, mert oda megy vissza, ha most azt csinálok, hogy bejön Záhonyból Mándokra, Mándokról elviszi Kisvárdába, Kisvárdából megy vissza az állapotügyeletbe, hogy ezek a költségek, hogy arra, hogy nézzük meg. Ezért kellett volna a mentőállomásnak is, mert szokra is szüljön. Ez kívánság műsornak nem így, csak sajnos ezt nagyon jól tudjátok, hogy megkapod ezt. De Laci, most... Hanem a határ miatt, azért mondom, hogy olyan kritériumok voltak, hogy azt mondta, hogy a határ, mert nem pedig. Hiába mondták, nézzétek meg, a földrajzi központos azon a Mándokon a központ Záhon, egy határszéli települések, elvászott kiszott arra, nem is semmi menni. De egyszerűen sok olyan dolog volt, ami miatt egyszerűen nem lehetett csinálni. Laci, amit te elmondtál, ezt ugyanúgy látja más is, és felénk is többen fordultak, hogy tehát mondom szó szerint, hogy most új kormányban próbálkozunk vele, miért meg tudjuk indokolni, mert ez meg ez történt. Nem akarok most mondani személyeket, hogy azért voltak meg, meg ezt is mondják, azért mondom, hogy Isten őrizzen, de mindenféleképpen nekem is az lenne a kérdésem, hogy próbálkozzunk. Hogy nézzük meg a feltételeket, próbálkozzunk, és így szívesebben megszavazunk tulajdonképpen erre a esetlegesen több pénzt, mint bármi. Jó, hogy ugye van egy mert van, igen, mint azt mondom kérdezni. Pontról az, hogy értem már egy új gyógyszertár, vagy ha nem is érünk ezt a gyógyszertár, mi van már szemben? Figyelitek a gyógyszertárok, nem így működik, akkor az egyház olyan tarifát szabott volna meg a terület, hogy eleve ideális volt, az oda nem vette meg, utána a gyógyszertáraknak a nyitásával kapcsolatban új törvényrendelet van, és ezen múlik. Ahol már jelenleg működik gyógyszertár, és 5000 lelkes alatt, ott egyelőre nem nyitnak, nem nyithatnak. De azért mondom, hogy így van, ezt ha figyeltek, akkor tudnak róla. Jó, igen, akkor szünetet zárjuk, és következjük.